Ötkarikás Vitafort. A közeli olimpia jegyében versenyben a jövőért mottóval rendezte meg országos szakmai partner találkozóját Dabason a magyar takarmánypiac élenjáró vállalata, a Vitafort ZRT. Most minden az ötösről szól, több mint 500-an vagyunk, és az öt karika jegyébe a versenyképesség a fő mottónk, és megpróbáljuk a termelőknek, a mezőgazdászoknak az olimpia szelleméből, a versenyképességből tölteni belőjük, hiszen az elmúlt 4 év nem szólt másról, mint a versenyzésről. A Covid idején az egészséggel kapcsolatban versenyeztünk, aztán a gazdasági válsággal kapcsolatban. Tavaly az inflációt próbáltuk meg legyőzni, és most megpróbálunk tényleg olyan embereket ide hívni a pódiumbeszélgetésekre, amik egy töltést adhatnak a kollégáknak. Az olimpikonok élménybeszámolói után 6 helyszínen több mint 30 előadást hallhattak a résztvevők a szarvasmarha, a sertés, valamint a baromfi ágazat helyzetéről és várható jövőképéről. Oscar Wilde, a tojás mindig nagy kaland. Ez a nagy kaland, mert tévhitek vannak körülötte, viszont egy alapvető élelmiszer, alapvető táplálék, és nyilván Magyarországon komoly szerepe van a tojás termelésnek. Ebből indultunk ki, és erre építettük fel a szekciónak a témáit, amiben érintettük az összes eseményt, ami a baromfival kapcsolatos, így próbáltuk fölépíteni, és kimondottan szakmai kérdéseket boncolgattunk, hogy mi az a minőség, mi az az erő, ami a tojásban van, és mire kell figyelni. Miről szólt a szarvasmarha műhely? Az idei partner találkozónkon a szarvasmarha műhely olyan témákról szólt, amelyek régóta foglalkoztatják a partnereinket, de egy kicsit más megvilágításba helyeztük. Ide tartozik például a tömegtakarmány minősége és az abarakfogyasztás összefüggése, a karbamidok és a retart karbamidok használatának a jelentősége a tejelőtehén takarmányozásában. Ide tartoznak olyan új technológiai fejlesztések, amelyekben a Vitafort ZRT is aktívan részt vesz, partnereinkkel közösen, például telepen használható nyírkészülékek fejlesztése. Túl vagyunk az Egészséges Fejlődés címmel megrendezett nagy sikerű sertésszekció ülésünkön, amelyen bejártuk a takarmányozás, a szaporodás biológia, valamint az állategészségügy és a húsiparnak a vonulatát. Nagyon sok hasznos információt kaphattak a partnereink, és nagyon köszönjük, hogy ennyien részt vettek ezen a rendezvényen, mint ahogy ezt illettük is Egészséges Fejlődés címmel, ezt a szekciót a mi termékeinkkel, illetve a Vitafort ZRT szolgáltatásaival tudjuk és próbáljuk a partnereinket abban segíteni, hogy minél egészségesebb sertésállományuk álljon rendelkezésre. A cégnek nagy sikerei vannak az utóbbi 1-2 évben. Említette Csehországot, Szlovákiát, Romániát, olyan országokat, akik eddig még nem voltak a piacukban. Hát igen, nagyon nagy öröm számunkra. 1 évvel ezelőtt, nem is 1 éve, szeptemberben átadtuk 2023 év agrárberuházását. Ez egy fontos díj és egy fontos üzem, ami itt áll mögöttünk, hiszen Európa szinten is az egyik legmodernebb üzem. Ez adta az alapját annak, hogy nem csak a meglévő piacainkat tudjuk erősíteni, hanem olyan piacokra is el tudtunk jutni, ami eddig elképzelhetetlen volt, hiszen ez egy ultramodern takarmányüzem. Így Dabas 800 kilométeres körzetébe, Észak-Olaszországtól kezdve Lengyelországig, több mint 1,5 millió tonna kész táp értékben tudunk premixeket, koncentrátumokat szállítani. Ez egy óriási dolog számunkra. Egy új dimenzió kezdődött, tényleg kinyílt a világ.